Itt az idő, hogy erre a szűk órára feltegyük a spirituális szemüvegünket, és felfedezzük a mélyebb összefüggéseket az életünkben. Mindennek oka van. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, vagy minden boldog percnek is. Bízom benne, hogy a beszélgetésünk után magunkon felejtjük ezt a bizonyos szemüveget, és megértjük, hogy egy pontos terv fontos részei vagyunk mindannyian. A megfelelési vágy, sőt kényszer sokszor az érdekeinket szolgálja, hiszen jobb teljesítményre sarkal. De előfordulhat, hogy már-már károssá válik, amikor túlzásba visszük. De mégis hol válik el a maximalizmus a megfelelési kényszertől? Miből fakadhat? És hogyan tudjuk leküzdeni? Ezekre a kérdésekre keressük a választ vendégeimmel. Király Linda dalszerző, énekesnő szinte még gyerek volt, amikor reflektorfénybe került. A közönség szeme láttára vált felnőtt nővé, igazi kiforrott személyiséggé. Kulcsár Edina modell, műsorvezető erős alapokat hozott otthonról, melyek a legjobb teljesítményre és a totális önállóságra tanították. Csajok, ti hogyan működtök akkor, amikor jön egy feladat, és abba bele kell nagyon állni? Hogy álltok neki? Immelámmal, vagy totális vehemenciával? Sok mindentől függ egyébként, mert hogyha van még mellette hat olyan más feladat, amivel ugyanolyan vehemenciával kell kvázi nekiállni a feladatnak, akkor azért egy picit el tud veszni úgymond a fókusz az éppen aktuális feladatra. Egyébként nyilván maximalista vagyok, úgyhogy... Kimondod, hogy te maximalista vagy. Igen, és nem mással szemben, hanem magammal szemben van egy ilyen felállított képem, és ez nagyon nehéz egyébként ebből úgymond leadni. Már ha le kell adni, nem tudom, én egy ilyen beállítottságú ember vagyok szerintem. Ez egy jó kérdés, nálad hogy működik, Linda? Hát igen, én hogyha valamit elvállalok, akkor az teljes szívvel, tehát teljes beledobással, tehát mindent végigcsinálok. Sőt, nekem ezzel küzdöttem nagyon sokáig, hogy ezt egy picit finomítsam magamban, tehát nyilván lehet mindent beleadni, csak ne annyira, hogy tényleg olyan szinten belefáradjak, hogy már nem egészséges. Mert volt olyan, hogy azt érezted, hogy ez nem abszolút, abszolút. Neked is? Meg nekem az utóbbi egy évem arról szólt, hogy az összes ilyen gyerekkori megfelelési kényszert, meg ilyet elengedjem, úgyhogy én ezt szerintem maximálisan sikerült eddig. Na is kopogom, hogy maradjon is így. Maradjon így. Mi mind a hárman nagyon dolgozunk ezen. Én most azt érzem, ahogy hallgatlak titeket. Igen. Te már tudod, hogy az gyerekkorból hozod? Aha, abszolút. És te, Edina? Lehet, hogy én is. Nem tudom, lehet, vagy azt gondolom egyébként, hogy nagyon nagy szerepe volt ebben annak is, hogy mi egyébként nyilván nem tehettünk meg mindent, vagy most itt a dédim és az édesanyám esetéről beszélek, tehát hogy ők azért láttam, hogy mennyi mindenről le kellett azért mondaniuk, hogy nekem egyébként megadjanak különböző dolgokat. És volt bennem egy pont, emlékszem, mint a mamival mentünk ki a piacra, és amikor cipekedtünk szakadó esőbe, vagy bármi, és akkor én így elképzeltem, hogy na, akkor én az első dolgom, hogyha lesz pénzem, akkor az lesz, hogy veszek egy autót, kiviszem a piacra, és segítek mindenbe, és támogatom. És igazából így ebből lett ez a végkifejlet, hogy jó, akkor én mindent szeretnék, ezt szeretném, azt szeretném, hogy büszkék legyenek rám, hogy megmutassam, hogy megállom a helyemet a világba, és hogy tudok nekik segíteni, és visszaadni mindabból a szeretetből, amit ők adtak nekem. Mennyire megmaradna, mennyire beég egy-egy ilyen kép, egy-egy ilyen történet. Abszolút. Neked is? Nálam is, meg nálam azért különös. Olyan szempontból, hogy én vagyok az egyetlen egy lány a családban, igen. Két ikertesom, még egy fél bátyám van, és apukám nagyon úgy nevelt, hogy soha ne legyek ilyen kiszolgáltatott helyzetben, mindig saját lábra tudjak állni, tehát hogy ő nagyon keményen belém nevelt, még inkább, mint a fiúknál. Úgyhogy igen, bennem is volt egy olyan, hogy na, akkor nekem mindent meg kell csinálnom, én leszek a fő, én vigyázok a családra, én csinálom a pénzt, én csinálok mindent. Ez lett belém nevelve. De ezt ő tudott, tehát ezt mondta is, mert nekem tényleg mondott ilyet, nekem megvan ez a mondat, apukám azt mondta, soha ne tartozz férfinak kislány. Abszolút. Tehát, hogy voltak ilyen nagyon fontos mondatok, amik megmaradtak. De az honnan jött, hogy én leszek a pénzkereső, vagy majd én támogatom a családot. Ez kialakult, tehát hogy szép lassan, nyilván ugye elindult, tehát nevelés kérdés volt, elindult egy folyamat, de utána szépen lassan olyan szintű megfelelési kényszerem lett szépen. De ez magam miatt volt, tehát hogy nem is arról volt szó, hogy ezt elvárták volna, hanem ez alakult ki bennem. Mi volt, amit elvártak?
Mert valamit biztos, hogy elvárnak, tök sok mindent elvárnak, persze. Tőlem is elvárták, ugye egyrészt ezt, vagy azt, hogy jó tanuló legyek, azt éreztem, abszolút. Hogy... Abszolút. Sokan elvárják szerintem. Igen, igen, jó, azért volt benne egy olyan is, hogy azért nálunk az volt, hogyha orvos leszel, énekesnő, bármit választasz, akkor tényleg a maximumot hoz ki belőle. Tehát, hogy, hogy akkor tényleg tedd bele magad, tehát, hogy nyilván azt elvárták, hogy ne fél lábon csináljuk a dolgokat. Úgyhogy persze ott is kialakult egy ilyen jellegű dolog. Hogyha nekem válaszolni kellene erre a kérdésre, akkor én igazából azt mondom, anyukám tényleg így nekem is megvan a fejemben, hogy azt mondta, hogy neki az a legfontosabb, hogy én amit csinálok, abban jól érezzem magam, és hogyha mindaddig azt látja, hogy boldogsággal tölt el az, amit éppen jelenleg csinálok, akkor ő is boldog az én örömömnek. Nálad mi volt a minta? Egyébként nekem nagyon-nagyon komoly, zseniális mintám volt, megmondom őszintén, mert a szüleim ugye úgy mentek ki Amerikába, hogy nulla, tehát semmiük nem volt, és végig figyeltük, ahogy felküzdötték magukat, ahogy felépítettek valamit, aztán az eltűnt, tehát történt egy nagyon durva dolog, és aztán újraépítették, tehát hogy azt nekem megfigyelni gyerekként, hogy ő képes újra és újra fölállni, és valahogy ez rám ragadt, mert én is ezt élem át, tehát ez a hullámvasút, ez mindig jellemző volt az én karrierem, meg életemre is, viszont nagyon-nagyon jó volt látni azt, hogy erő, tehát hogy ő képes újra fölállni, és nem adja fel, és nem az van, hogy összetörik az ember, és kész, vége, nem tudunk tovább lépni. Ő megcsinálja újra és újra. Az tök nagy dolog nálad, Edina, hogy édesanyád ezt mondta, hogy ilyen szabad elvűen állt hozzá, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, csak legyél benne boldog. Nem volt így nehéz megtalálni, hogy mi az az irány, ami téged érdekel? Mert van, amikor segítség, ha terel egy szülő valamerre. Nehéz volt, mert igazából engem édesanyám, ő nem tudom, hogy fogalmazzak, mert egyrésztről igaz, másrésztről nem, tehát hogy ő azért így egy picit így a saját magam uraként, vagy hogy mondjam, tehát hogy mindig arra sarkalt engem, hogy mit tudom én, volt egy bolt, 10 éves voltam, és mondtam, anya, menj be és kérdezd meg. Nem, menjél be és kérdezd meg te, és akkor ilyenkor teljesen ki voltam akadva, hogy hát de valamilyen gyerek vagyok, hát én nem tudok, és mondta, hogy de ha akarsz valamit, akkor menj és csináld meg, mert már soha, tehát az életben soha senki nem fogja helyetet megcsinálni. És akkor ki voltam, sőt, sokszor elnéztem tapadékolva, sírtam, akkor nem megyek be, és továbbáltam. És most már egyébként utólag nagyon örülök egyébként, hogy erre nevelt, mert én azt vallom, és mondom, hogy egyébként a mai nap nem tarthatnék ott, ahol vagyok, hogyha egyébként ezt nem kapom meg. Én is nagyon örülök annak, hogy így neveltek minket, tehát mi már 13 éves korunktól dolgoztunk, tehát hogy nálunk az volt, hogy jó van, kell neked egy fogkefe, vagy egy hajkefe, vagy egy nem tudom mi, akkor tessék elmenni, megkeresed ezt a pénzt, és akkor tudod értékelni ezt a dolgot. És nyilván akkor teljesen ki voltunk akadva az öcseimmel, hogy de ezt nem értem, ezt miért kell, és mindenki megkapja a nem tudom micsodáját, meg a Nintendo-t, meg a nem tudom milyen játékot, és nekünk nem. Igen. De örülök, tehát így visszanézve, legalább úgy érzem, hogy bármi történik, azért meg tudom oldani a problémákat. Megtanultuk értékelni. Így van, értékelni, így van. Igen, hát a mai világban azt gondolom, hogy a megfelelő értékrenddel való rendelkezés egyébként az a legnagyobb kincs. Igen. Az alázat, mind szakmával kapcsolatban, mind a család, mindenfele. Tehát én azt gondolom, hogy mindennek ez az apró titka. Van olyan, hogy a megfelelési vágy vagy kényszer hátrányt okoz? Volt olyan ez? Persze. Tehát mind zenész, mint énekes azért, hogyha az emberben benne van az, hogy úristen meg kell felelni, rá görcsölünk valamire, akkor az az előadásra is rámegy, igen. Tehát érződik, tehát mi itt energiát próbálunk átadni, és az emberek megérzik ezt, tehát hogy ez tényleg rá tud menni. Olyan, mintha az összekapcsolódást lezárná. Abszolút. Tehát egy görcs alakul ki, vagy egy ilyen energetikai blokk, és így nem sikerül tovább lépni. Van valami módszeretek arra, hogy ezt kezelni tudjátok? Mondanám, egy pálinka, de már egy ideje nem élek. Mióta anyuka vagyok, esküszöm, azt érzem, hogy Jézusom, mi történt velem régen, akkor nem tudom, parti arc voltam, és minden egyéb, de hogy nem. Hát nem tudom, engem abszolút a család jelenléte tud egyébként kikapcsolni, vagy ők az, akik meg tudnak engem nyugtatni, úgyhogy nekem egyébként ők. Nekem a meditáció. De jó. Ez lett nekem a minden. Tehát reggel 10 perc, este 10 perc, tehát nem kell sok, viszont... És csinálod az rendszeresen. Rendszeresen, abszolút. Tehát az szerintem indított el a gyógyulás nálam.
Hogy aztán a testeden is változtatni tudjál. Igen. Ott játszott például a megfelelési kényszer, és ez mind a kettőt kérdezem, hogy a külső vélemények számítanak? Hogy hogyan látnak titeket az emberek? Milyennek látnak titeket az emberek? Hát, ez nyilván hatása van ránk. Én ugye 16 évesen kerültem be a köztudatba, a szerelem utolsó vérig el, és azért úgy felnőni, hogy... 16 éves voltál ott? Igen. Te durva. Kemény. Igazából 17 voltam, amikor kijött oda, de 16 évesen énekeltem fel a presszernek. Na mindegy, és úgy felnőni, hogy mindenki figyel, és ugye jönnek a kritikák, és ugye úgy átélni dolgokat, szakításokat, hízás, fogyás, ez, az, amaz, hogy mindenkinek megvan a véleménye, ez nagyon nehéz volt feldolgozni. Uh-huh. És nekem erre jött ez a meditáció, hogy ezt mindet tudjam tisztázni és elengedni, és akkor tényleg magamra koncentrálni, és ezeket nem figyelembe venni. Na. Rohadt nehéz. Nagyon. Én egész egyszerűen egyébként így el tudtam engedni. Nyilván, amikor én bekerültem a köztudatba, én 23 éves voltam, úgyhogy hát mondom, hogy nem volt rég, de azért most már egy 5 éve. De az is egy fiatal kor, igen. Egy érett öreg asszonyi, hanem egy abszolút, azért egy fiatal zsenge személyiség. Úgyhogy nem tudom, én inkább azt viseltem nehezebben, hogy édesanyám vagy a dédim, aki egyébként most 88 éves, de ugyanúgy kezeli kb. A kis táblagépén, nézi a híreket és mindent, úgyhogy nagyon jó fej. Tehát, hogy anyukám nálunk például még a dédimnél is jobban ki tudott bukni. Tehát volt olyan, amikor sírva hívott, vagy úristen, és hogy ez miért hír ilyet, és nem is ismert téged, és mi alapján alkot véleményt, és stb. Úgyhogy nekem igazából valahol egyébként én ebbe kapaszkodva erősödtem meg, és azt mondtam, hogy na jó, hát akkor itt most én leszek az erős, és én leszek az, aki egyébként megnyugtatja. És én azt gondolom, hogy semmelyik embernek nincsen ahhoz joga, hogy egyébként bárki más leszóljon, hiszen senki nem tudja, hogy mi állhat az adott élet mögött, milyen körülmények vannak ott. Tehát, csak hogy... így gondolkodnának az emberek. Mondjuk 25% így gondolkodnak. Igen, az is elég. Esküszöm, jobb lenne. Úgyhogy én az az igazság, hogy én nagyon szépen le tudom ezt magamba rendezni, hogyha valaki egyébként, én minden véleményt szinte elolvasok, már ami nyilván a saját oldalamon van, hiszen azért abból lehet egyébként tanulni is. Úgyhogy én nagyon jól tudom egyébként ezt szerintem kezelni. Nem nagyon szokott. Azért az elején volt egy olyan, hogy bárcsak egy szöges drótos, nem tudom, kesztyűvel adnék egy pofon neki, vagy valami ilyesmit. Igen, ez még nagyon az elején volt, az azért úgy bennem maradt, ugye mondom, ez 5 éve, de... Én nem tudom, én szerintem nagyon sok embernek tudunk így ezáltal segíteni, tehát hogy én azért lettem ennyire nyitott az én állapotommal, amin keresztül mentem ezzel az egésszel, mert eszméletlenül egyedül éreztem magam az utóbbi pár évben, és nekem tök jó lett volna, hogyha valaki nyíltan beszél az ilyenekről, és hihetetlen, mert számtalan levelet kapok naponta olyan nőktől, akik hasonló problémákkal küzdenek, és meg tudjuk ezeket beszélni. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ennyire nyitott vagy, és tehát én szerintem ezzel tudunk segíteni. Igen, tehát aki egyébként a közszereplő, én azt gondolom, hogy valahol egyébként felelősséggel is tartozik. Abszolút. Tényleg akár a követői, vagy akár bárki iránt, mert egy hétköznapi ember sajnos egyébként nem kap úgy hangot, és nem tudja egyébként akár a saját problémáját elmesélni, hogy azon keresztül más embertársai is egyébként, nem tudom, tehát máshogy járjanak el, vagy abból egyébként táplálkozzanak. Úgyhogy igen, mi is emberek vagyunk, sokan azt gondolják, hogy ja, hát mi ufók vagyunk, és nekünk semmi problémánk nincs, és minden az önmagunkra. De nagyon nem, és én azt gondolom, hogy ezért is, tehát hogy nagyon sokszor, például pont most reggel, mikor ide jöttem, egy ilyen picit negatívabb jellegű dolgot írtam, mert azért voltak most rosszabb napjaim egyébként az elmúlt időszakban, és azt gondolom, hogy ahogy a jó dolgot megosztjuk, úgy azt is láttatni kell, hogy abszolút, igen, mi is emberek vagyunk, velünk is történnek rossz dolgok, vagy nehezebben élünk meg különböző helyzeteket, és egyébként igen, én arról is szoktam írni, pontosan ezért, hogy lássák, hogy nem az van, hogy igen, minden happy, hanem nyilván nekünk is és azokat nagyon szeretik, tehát azzal olyan könnyű azonosulni, és azt gondolom, hogy ez nálatok is egyfajta misszió. Tehát szerintem nektek, meg mindenkinek, aki közszereplő, és egy kicsit tudatánál van, vagy tudatosabban létezik, szerintem ez egy feladata, tehát nem véletlenül vagyunk, én hiszek abban, hogy nem véletlenül vagyunk abban a szerepben, amiben vagyunk. Abszolút. Egyetértünk. Mit csináltok, ha már ennyire vágytok arra, hogy
minden tökéletesen működjön, ha kudarc ér, ha valami nem sik, ha úgy élitek meg, hogy az nem sikerült. Akkor tanulunk belőle. Igen. Abszolút. Én nagyon szeretem egyébként a nehéz időszakokat. Én is. Most már egy picit így furcsán hangzik, de igen, tehát hogy azt gondolom, amikor valami nehezebb, akkor én azáltal fejlődök, és az élet nem véletlen, hogy egy nehéz időszakba rendelt engem, mert abból mindig és mindig fejlődni kell. Tehát voltak nagyon-nagyon rosszul megélt időszakaim. Mm. Egyébként pont a tetoválásom is, hogyha most így ez egyébként egy kör, egy szimbólum, semmi egyéb, és egységet, egészséget és a kiteljesedett utatot szimbolizálja. Mm. Úgyhogy igazából nagyon az erőt is, bocsánat, azt kihagytam. Szóval, hogy ez a négy jelentése van, és igazából azért tetováltattam magamra, pedig nincsen nagyon semmi más rajtam, azért tetováltattam magamra, mert akkor egy nagyon-nagyon mély időszakomat éltem, és mély ponton voltam, és amikor ránézek, és mondjuk egy picit rosszabbul élek meg különböző szituációkat, akkor ránézek, és az, hogy jaj, volt már ennél sokkal rosszabb, és akkor egy picit így erőt ad, tehát hogy tényleg csak annyi, hogy ránézek, és akkor gyorsan túl tudok egyébként menni. Meg a annak a lenyomata, hogy ebből is ki tudtál jönni. Igen. Neked meg a nyakadon van valami. Igen, nekem a nyakamon hátul van egy ilyen, mindegy, egy olyan szimbólum, ami a Földet jelenti. Én szintén egy nagyon-nagyon mély időszakban voltam, és mindennel küzdöttem, és az volt a legkönnyebb, hogy én szépen halacska vagyok, tehát hogy én akkor elúszok, én nem foglalkozom vele, én nem akarom csinálni. És akkor rájöttem arra, hogy hoppá, azért így nem fogok kimászni ebből az egészből. Na pont ezt írtam reggel, hogy ott vannak a problémák, de hogy muszáj vele foglalkozni, mert hogyha egyszerűen csak azt látjuk, hogy jó van, nincsen, akkor is ott van, és emész. Úgyhogy úgy éreztem, hogy nekem kell valami szimbólum, hogy vissza a Földre, és akkor ezt szépen megcsinálni lépésről lépésre. Bármennyire kemény, bármennyire rossz, ezt meg kell csinálni, úgyhogy azért csináltam. És segített egyébként ezután? Igen. Én hiszek abban, hogy az energia is benne van, hogyha ezt amiatt csinálod, és úgy rakod magadra. Okay. Igaz, hogy én nem látom minden nap, de ott van. De tudod, ott van. Igen. Miért oda tetetted? Hát ez egy nagyon fontos helyem. Igen, tudom. Tudatosan. Tudatosan tetetted. Igen, kapcsolódok. Konkrétan, mert ugye a gerincoszlopban mennek az idegek, és azon keresztül megy az ingerület, azon keresztül tudjuk fölvenni a felső belőket. Próbáltam visszakapcsolni magam szépen. Ennyi. Nagyon ügyes vagy. Mi a helyzet akkor a kudarcnál, vagy a mélypontoknál a külső segítséggel? Tehát olyankor számít, hogyha valaki azt mondja, de kicsikém vagy, édes lányom, vagy nem tudom, drága szerelmem, hogy ez nem olyan nagy baj, meghalljátok ezt? Akkor, én igen. Igen. Én nem, csak mondom, én magamnak kell kidolgozni magam voltam. Igen, tehát én mindenkit meghallgatok nyilván, de addig, ameddig én nem állok készen arra, hogy halljam, addig nem foglalkozom vele, de persze segít, hogyha valaki úgy áll oda, de hogyha nem ott tartasz, és még nem vagy készen arra, hogy ezt így igazán feldolgozzad, akkor senki nem szereti hallani azt, hogy jaj, de ez nem olyan. De nekem meg igen, meg olyan. Máshogy éljük meg, nyilván máshogy éli meg a különböző szituációkat, úgyhogy igen. Nekem egyébként egy picit szokott segíteni, pont azért tudok ennyire hitelesen beszélni, mert pont tegnap volt egy ilyen kicsit ilyen mélyebb pontom, és a, nem tudom, autópályán ültem másfél órát, mert hogy így egy helyben. De azt tud segíteni egyébként. Igen, egyébként nagyon örültem, mert hogy egy forgatásra igyekeztem, képzeljétek el, egy ilyen sminkes videós forgatásra, és egy kisírt szemekkel, mondom, Jézusom, hogy fogok így kinézni. Teljesen beállt a dugó, úgyhogy telefonáltam, bocsánat, de nem tudok menni, úgyhogy ez na, nem véletlen. És a férjemmel beszéltem, és ő egy picit, ő mindig tud egy pici lelket önteni velem, és akkor mindig azt mondja, jaj, de drágám, hát én itt vagyok neked, és ketten a világ ellen, és tudom. Szóval, hogy nekem ő nagyon sok erőt szokott egyébként adni a helyzetben. Hogy viselitek, ha valaki más bénázik, ha valaki más nem maximalista, akivel együtt kell működni? Hú, én nagyon rosszul. Én is. Én nagyon rosszul. Nem véletlenül van ez a mondás, vagy nem is, hogy olyan emberekkel vedd körbe magad, akinek ugyanaz a küldetése, mint a tiéd. Én egész egyszerűen, tehát én nem tudok negatív ember tehát környezetében létezni. Tehát olyan szinten, hogy na, de rengeteg... Van olyan, hogy muszáj. Van sajnos, de most már azért szerintem eljutottunk odaig, hogy azért tud szelektálni, igen, és megmondhatod, hogy kivel nekem egy nagyon a karrierem elején voltam forgatáson, nap 24 órájában egy személlyel együtt kellett lennem, és folyamatosan hallottam, hogy tü-tü-tü-tü-tü-tü, mindenkiről mondott valamit. És én a hatodik órában így egyszer csak így a semmiben mondom, légy szíves, fejezd be, mondom, én nem érdekel senkinek az életem, mondom azt, hogy milyen stílusban, hogyan nyilvánulsz meg, tehát
hogy ez a te dolgod, ez a miénk, és ne nyomd rám a negatívat, és egyszerűen nem tudtam létezni körülötte. Ez rád ragad. Rád, aha. Tehát, hogy azért... Igen, és én mindig annyira pozitív életszemléletben élem egyébként az életemet, és nem, tehát egész egyszerűen sajnos nem, és már szerencsére jutottam, hogy így belenézek ezt, és megmondom, hogy ne haragudj, de nagyon, ezt nagyon nem. Nem szeretnéd, ha jó. Igen. Ki az, akinek kikéritek a véleményét, és hallgattok is rá? Én az öcseimmel beszélgetek állandóan, tehát tőlük abszolút. Hú, én viszonylag egyébként sok mindenkit egy kezemben azért meg tudom számolni, hát a dédim véleménye nekem nagyon sokat, mindig is, hát azért az öreg, szent, a bölcs, aki mindig mindent egyébként, és emlékszem kicsinek is mindig azt mondta, hogy figyeld meg, Edina, mondom, jó, mama, én jobban tudom, és azért mondom, igazad van, mindig így mentem haza. Szóval a mamám, anyukám, a férjem, és egyébként a húgom most már, nem tudom mennyit tudtok róla, 8 évig mi nem beszéltünk, úgyhogy most ebben az évben újra visszakaptuk egymást, és most már nagyon sok időt együtt töltünk, hála az égnek, úgyhogy ő is most már ide tartozik. Novák László asztrológus elsőként a tarókártyát hívja segítségül, hogy megtudjuk, vendégeink hogyan kezelik saját maximalizmusokat és megfelelési vágyokat. Lacikám, kérlek szépen, hogy húzzunk rögtön, és nézzük meg a csajokat, jó? Kivel kezdjek? Kivel? Edina nagyon várta. Jó, legyen. Lehet persze. Edinával kezdünk. Milyen típusú húzást nézünk, vagy milyen kirakást nézünk? Hát szerintem nála nézzük a dimenziók szerint függőleges. Jó, oké. Okay. Bármit is jelentse? Igen, akartam mondani, de meg fogod tudni. Jó, én még nem csináltam ilyet. Próbálom úgy, hogy te feléd, és arra kérlek, hogy húzzál, légy szíves, 4 lapot. Bárhonnan összevisz? Ahogy akar is rakd egymásra, és ne nézd, ne fordíts föl. Utána úgyis megmutatja Laci, és közben hadd kérdezzem meg, Laci, hogy miből fakad szerinted, vagy a spirituális tanok szerint a megfelelési vágy vagy kényszer? Nem mindig előző életekből adódik, mert onnan is jöhet. Inkább a nevelésnek a hozománya. És nézzük, a csajok is bólogatnak. Annyit mondanak annak a szerencsétlen gyereknek, ilyen vagy olyan vagy, ilyennek kellene olyannak, hogy egy idő után ugye meg akar ennek felelni. Nem tud vele mit kezdeni. Még ha nem is mondják egyébként, akkor is erős akkor lehet egy minta, amit lát. És mi a helyzet azzal, hogyha egy előző életből hozok, mert mondjuk van olyan találkozás, tehát én a férjemnek meg akarok felelni, és meggyőződésem, hogy más relációban voltunk előző életben. Az akkor jó, ha nincs kényszer. Tehát a megfelelésnek ez egy enyhébb válfaja, mert ugye nem kényszeresen gondolod azt, hogy hú, nekem meg kell felelni, hanem a szeretet mondatja veled azt, hogy az nem baj, ha megváltozom, mert neki is jobb lesz, meg nekem is jobb lesz, és ez egy teljesen más történet. No. Imádom, Linda, te képben vagy, ugye? Tehát neked beszélnek ezek a lapok. Hát nagyon beszélnek a Lindának a lapok, mert... Igen, és akkor elmondjátok nekem is, hogy mit jelent. És így maradunk, és csak nézzük némán. Nézzük. Már mondja is a Laci, hogy mit lát. Mindegyik nagyon erős lap. 3 nagy arkánumot húztál. Lesz mit mondanom. Na, mesélj. Az ritkán baj, de nem tudja az Edina, hogy mi a nagy arkánum. Nagy arkánum az azt jelenti, hogy erős lapok, és ebből csak 22 van a 78 lapból. Tehát nincs a lapok harmada. Elvileg neki egyet lehetett volna húzni, hogyha átlagban húz. De nem, hát 3-at húzott. Igen, és egy férjem szerintem, hogy nem vagy átlagos. Ennyi. Igen, és akkor ez milyen jelentése? Na, menjünk sorba, Lacikám. Na, ez azt jelenti, hogy jó közegből jössz. Szeretők közeget jelent. Innen már ugye adódik a megfelelés. Szeretők közeg. Szeretnék olyan lenni, mint ő, szeretnék megfelelni. Tehát ez nagyon jó lap, csak ebben az esetben azért valamit már előre vetít. Nagyon erősen meg akarsz felelni, ez a fizikai tartomány. Az igazságszolgáltatás lapja mindent vizsgál, körülnéz, és teljesen olyan akar lenni, ami ennek lennie kell. Persze ez hülyeség, mert hát ezt te döntöd el magadba. Meg hát hallottad azt a sok címkét, hogy na, ilyen legyen, leányom. A közepe az a bolond. Ez is vagyok? Igen. Ez jó számodra, mert az érzelmi dimenzióban azért változékonyabb vagy, mint az átlag. Jobban tudod ezt kezelni, nem fogsz belehalni. És
annyit tudok tanácsként mondani, hogy muszáj azért ezen is dolgozni, mert a bolond mindig megy, csinálja, és az érzelmek, így van, az érzelmeket kell neked a helyére rakni, hogy ne sérülj. De a bolondban nincs benne a bölcsesség is? Hát, mivel első életnek szoktam venni, van egy hozott tartalom, de ugye most kezdi, azért nem fél semmi, nincs félelem nélküli alap, nem fél semmitől. Ebben ez a Rider Tarot, itt ő a nulla. Az újrakezdés, nem? Igen. Ja. Ha 22-es lenne, akkor lehetne megérkezés. Ja. Tehát akkor inkább bölcsnek mondanám, de ugye az mert van olyan taró, ahol ugye hátul van. Tehát akkor ez egy hozott tisztaság gyakorlatilag. Igen. Igen, 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 és ugye az érzelmi tartalmakra vonatkozik. Tehát elég ránézni, és igen. Látjuk. Köszönöm. Na nézzük azt a negyedik lapot. Hát a végítélet, az utolsó, nem kell tőle megijedni, ez nem... Nem, az nem olyan. Nagyon fejlett szellemiséget jelent. Azt jelenti, hogy te szeretnél jól látni úgy a világban, hogy mindent megértesz. És a megfeleléssel kapcsolatban is a megértés olyan szinten, hogy lehet, hogy már fejlettségbe jutottál arra szint, hogy tudod, hogy ez nem jó, mert ez gát. És ezt meg kell oldani, le kell vetkőzni. De meg tudja oldani? Mert egyébként szerintem annyira nem folytogatja őt. Az biztos, hogy biztos, hogy meg tudja oldani, mert nagyon jók alapok. Érzelmi szinten is meg tudja, meg szellemi szinten is. Nem lesz ezzel. Köszönöm. Éreztél igazságot azokban, amiket... Abszolút, igen, igen. Igen, én még soha nem, úgyhogy még a hatása alatt vagyok, még próbálom feldolgozni, de nagyon jók, vagy hát örülök mind a pici negatívumnak is, mert nyilván abból tud az ember építkezni, meg egyébként pont egy olyan életszakaszban vagyok, amiről itt egyébként az elején beszélgetünk, ami most így magamban örlődöm, és tudom, hogy meg kell különböző dolgokat oldani, ami nem is kifejezetten a munka oldaláról, hanem inkább baráti viszonyok és mi egymás. Megnyugtatlak, mindenki meg akar felelni. Igen. Senki nem ment. Ez csak mindenki másnak, vagy kevesebb embernek. Igen. Vagy a munkahelyén, vagy párkapcsolatban. Én mindenhol szeretnék, de tudom, hogy nem lehet. Igen, de nem lehet. Tudom. Én csak próbálok mindenkit megérteni, de sokszor nem megy, mert nagyon máshogy gondolkoznak, de nem baj, hát ez az ő dolguk. Ne legyen kóros, ez a igen, lényeg. Igen. Na nézzük meg nagyon a Lindát. Köszönöm. Édes. Nézzük meg a Lindát úgy, hogy te húztál már így magadnak. Tehát erre a témára ránéztél? Nem. Jó. Miket szoktál megnézni magadnak? Igazából rájöttem arra, hogy azért magamnak húzni nem az igazi. Uh-huh. Tehát, hogy azért itt ilyenkor benne van, beszéltünk erről az ego, benne van az, hogy mire vágyunk, tehát, hogy ilyen annyira tiszta dolgot nem tudunk kapni, viszont néha mutat egy-két olyan dolgot, amire figyelnem kell. És akkor inkább azt nézem meg, hogy mit tudom én, elvállalok egy feladatot, hogy mi az, amire figyelnem kell. Tök jó. Milyen hasznos kis útjelző tábla gyakorlatilag. Jó, Csak nyugodtan helyezkedj el úgy, ilyen, hogy csak neked időbe fogom mondani. Jó, hogy alakult ki? Igen, ez a múlt jelen jövő, és megnézzük, hogy áll egyáltalán az egészen. Jó. Kíváncsi vagyok. Jó. Szuper vagy. Egyébként te ugyanezeket mondtad volna, vagy ugyanezeket láttad? Abszolút, 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 igen. Ne kacagj! És az a durva, hogy ő már tudja, vagy érzi, vagy sejti. Ja. Nagyon erős lapok ezek is. Itt csak egy nagy arkánunk van, de az a legjobb. Jó ez. Van az a baj is. Jó ez. Na, figyelek. Úgy beszéltek, hogy mi is értsük. Jó, jó. Mert ti most nagyon értitek. Lindán azt látom, hogy egy nagyon energikus nő. Egy nagyon energikus nőnek a megfelelési kényszere igen magas. De hát ezt hozod magaddal, ez a készlete, nem tudsz vele mit tenni. Az energia férfiassá is teszi, persze nem külsőleg, hanem belső tulajdonságokban. Ez nagyon így van. Erről beszéltünk, hogy apukám úgy nevelt, hogy én legyek a pasi. Hát nem pasi, de hát, hogy érted. Aki magáról gondolkodni tud. Igen. Így van. Igen. Ez a múltja ennek az egész témakörnek. Ez egy jó tartalom, egy jó érzelmi tartalom. Nagyon jól lehet vele sérülni, mert kettes, de biztos, hogy helyre fog utána billenni. Megoldom egy idő után. Igen, de ez inkább a múlt. Igen. Múlt, és ide húztad a nagyon erős lapot.
azt gondolom, hogy régen történtek olyan dolgok, amikor nagyon erősnek kellett lenned ezzel a megfeleléssel kapcsolatban. Igen. Ezzel már azért jó helyzetben vagy, igen, mert kaptunk most. Én azt hiszem, hogy te most itt tartasz. Ez egy királynő, ez egy botok királynő, az energiák megmaradtak, spirituális tartalom ott a fekete macska. Biztos, hogy van benned. Hajjaj! Néha. És azért biztosan ülsz a trónon. Biztosan ülsz a trónon. Király. De tényleg, hát még a nevében igen. Igen, de ő most királynő. Igen. Tehát azért a nőiséget tovább tudta vinni, azért ez egy jó dolog. Ezzel meg kellett egyébként küzdened? Hogy igen, a nőiségedet abszolút megéld? Abszolút, persze. Nagyon is. Igen. Meg ezt a balancot megtalálni. Uh-huh. Hát, hogy megmaradjon az, aki vagyok, és közben a nőiességemet is megélni. Tehát, hogy ezért ez egy nagyon komplikált téma volt. Nem egy egyszerű téma. Nem egy egyszerű téma, viszont abszolút egyetértek. Tehát, hogy ez tényleg nagyon erős volt a múltamban, és erről beszéltünk, hogy egész évben ezen dolgoztam, ezen meditálok, ezzel foglalkozom, hogy ezt az egész kényszeres, görcsös, ezt elengedtük. Kész, nincs. Hmm. És az a zseniális, hogy ott mutatja a lap is, hogy most ülsz a trónodon, tehát most viszont igen, kézben tartod. Amen. Ezt a dolgot. Azt van lehet most élvezni. Hmm. Azért lehet élvezni, mert a jövőben azért vannak terveid ezzel kapcsolatban. A megértést remélsz, meg akarsz mindent érteni. Hmm. Én ebből azt láttam, hogy a megfelelés egy idő után elmúlik. El tudod mulasztani, nem kell megfelelni. Nem, én már ott tartok. Ő magadnak akar megfelelni, ahogy most vagy, utána mindenki szól, amit akar, de azért ezt szeliden fogod csinálni. Ez egy nagyon kemény, mondhatnám úgy is, hogyha ha más helyen lenne, hogy ez egy egocentrikus lap is tud lenni. Igen. De ez itt most a tiszta megértés. Tiszta az igazságot megértés akarom. Így van. Igen. Neked mond még bármit ez a sorozat? Tehát, hogy van még olyan, amit a Laci... Nem, ez nagyon, nagyon helyén van. Abszolút. Ez óriási. Gyerekek, igen, én annyira büszke vagyok rád, Linda, és nagyon felnézek rád, mert szerintem nagyon sok dolgot értél el az elmúlt évek alatt, és most nem is a fizikai dolgokra gondolok, hanem arra, hogy honnan, milyen nehézségekből indulva tudták megfejlődni. Mert nálad meg nem éreztem azt, hogy rengeteg hátrány, biztos, hogy ért, de hogy rengeteg hátrány ért volna, vagy annyi külső bántás ért volna, és benned meg, mintha helyből meg lett volna ez az erős arányérzék. Hát külső nem, inkább más jellegű, igen. Hát azt gondolom, hogy ebből a szempontból mások vagyunk, de mégis majdnem ugyanaz, ahogy vélekedünk sok mindenről. Igen, és hogy egyébként nagyon hasonlóan álltok fejlettségben is szerintem, tehát hogy mind a ketten valahogy helyet tudjátok. Jó beszélgető partnert találtál. Igen. Mind a ketten erősek, és mind a ketten egy kicsit másképp erősek. A vendégeimet arra kértem, hogy töltsenek ki egy-egy három kérdést tartalmazó tesztet, melyben azt kell értékelniük egy 1-10 skálán, hogy mennyire befolyásolja az életüket maximalizmusuk. Eljött a pillanat, hogy végre kiértékeljük az eredményeket. Három darab kérdést tettünk föl, 1-10 skálán válaszoltatok rajta, kezdjük az első kérdés, így hangzott, mennyire fontos számodra a tökéletes végeredmény, ha belekezdesz valamibe? Linda, igen, te egy 8-ast adtál erre a kérdésre, miért? Ez egy elég erős válasz egyébként, de nem maximalizmus, tehát nem 10-es. Nem, azért, mert ezt próbálom elengedni. Uh-huh. Tehát, hogy maga az, hogy én nyilván, hogyha valamibe belekezdek, akkor tényleg mindent beleadok, viszont vannak néha külső hatások, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, és ez nem lehet magamra venni, mert ez az nagyon erősen ránk tudhatni egy maximalizmusra, hogyha mit tudom én, összedől ez a kamera éppen, akkor ez nem a mi hibánk. Így viszont van. Én hajlamos voltam arra is, hogy azt is biztos én vonzottam, azt is én csináltam biztos. Úgyhogy ezért adtam egy 8-as, hogy nem az a lényeg. Nyilván én a legtöbbet beleadom, amennyit csak bírok, de viszont vannak külső hatások néha, ami miatt nem. Ez egy tök reális hozzáállás. Te viszont 10-est adtál. Mm-hmm. Tehát neked maximálisan fontos a végeredmény. Igen, hát amit én nem tudom, elvállalok, vagy amiben úgymond így beleállok, akkor igen, az számomra nagyon fontos, hogy ez mindig nagyon
tényleg olyan eredmény legyen, amivel én is meg vagyok elégedve, ami sajnos az a maximum. Tehát, hogy vannak nyilván olyanok, amikor csak úgy érzem, hogy 9,5 vagy 8, amit belerakok, és akkor mindig egy picit örlődöm magamba. Persze mások egyébként ebből semmit nem vesznek észre, hanem én. És akkor én utána, hogy jaj, miért nem csináltam azt még, azt az icipicit, és akkor tényleg 10-es lehetett volna. Úgyhogy én nekem a 10-es. Én nekem is 10-es lenne. Laci, neked hanyas? Nem gondolkodtam még ezen. Hogyha mondjuk van egy feladat, akkor mennyire fontos? Igen, de én nem maximalizmusból állnék hozzá, hanem tisztességgel állnék hozzá, és a tehetségemnek megfelelően, most az meg a tehetségemről fogalmam sincs. Azt fogja a számot eldönteni. Oké, elfogadom. Kicsit megengedő vagy már magaddal, és ez milyen jó, remélem eljutunk erre a szintre. Mennyire viseled jól a kritikát? Ez a második kérdésünk. És akkor Edina, te egy 9-est adtál erre. Ahogy mondtam, tehát, hogy én nagyon jól megbírkozom már a kritikával, tehát, hogy ezért szerencsére megvan az a, nem is tudom, tehetség, vagy nem is igen. tudom, hogy minek kell ezt mondani. Erő, szerintem hogy, ez egy belső hogy, erő. Hogy igen, meg azért reális kép magunkkal szemben, és nyilván másokkal szemben is, meg az, hogy én mindig, tehát, hogyha a kritikát formál valaki, akkor ott azért más is van. Nem tudom, hogy a rossz indulatot, az mit táplálja különböző emberekben, és én végtelenül elutasítom ezt, és nyilván tudom, hogy ez a saját szegénységi bizonyítványa, amit ránk próbál hárítani. Úgyhogy én mondom, ezt hál' Istennek én azt gondolom, hogy ezt jól kezdem, de azért minimálisan az egy mínuszpont az annak számít nyilván, hogy azért elolvasom, és vannak olyan dolgok, amik szíven ütnek, de nem azért egyébként, mert tényleg negatív kritika rám nézve, hanem az adott személlyel szemben, aki olyan stílusban igen. és olyan megfogalmazásban képes embereket bánteni, tehát, hogy én azt viselem rosszul. Mert azért, mert te ilyet soha nem csinálnál, így és van. Te sem csinálnál. Eszembe se jutna. Abszolút. Érted, névtelenül odaírogatni igen. és véleményt formálni, tehát én egyszerűen ezt nem tudom felfogni. Hát ők ott tartanak. Igen. Abszolút. Oké, értem, és mindenki küzd valami. Mivel, tehát, hogy ezt a részét abszolút el is engedtem, csak hogy nagyon nehéz azt nekem megérteni, hogy igen, milyen az, hogy... Feldolgozni másokat, hogy ők hogy... Igen. Igen. Hogy lennek ilyen rossz indulatok, mert annyira máshogy erre az agyuk. Nagyon. Te egyébként 10-est adtál erre, tehát te ezt mondod, hogy most már teljesen jól viselem. Én nagyon jól viselem, pláne hogyha építő jellegű, akkor pláne, tehát nekem, nekem nagyon fontos az, hogy kapjam azokat a visszajelzéseket, hogy legyen miből fejlődni, meg mit tanulni. Tehát, milyen egészséges ez a hozzáállás, úristen. Most már. Nem mindig volt így. Tehát mondjuk 10 évvel ezelőtt, ha fölteszem ugyanezt a kérdést, vagy 8 évvel ezelőtt. Akkor 2-t mondom, mit tudom én. Igen. Tehát, hogy nagyon nehezen viseltem mindent, mert hát... Az építőkritika sose durva. Az nem. Oké, csak ezzel az emberek nincsenek tisztában. Igen, de ha tudom, akkor azzal már nem kell foglalkoznom. Igen, tehát hogy olyan jellegű kritikákat, amit mit tudom én, valaki rossz indulatból valami hülyeséget ír, azt konkrétan figyelembe se veszem már. Tehát hogy nem lehet, nem egészséges, én nem fogok ezzel foglalkozni, nem adok ezzel energiát, tehát hogy ezt hagyjuk. De hogy a építő jellegű valami, akkor én kimondottan örülök neki. És hogyha egy hozzátok közel állom, fogalmaz meg építő jellegű, nem pozitív kritikát, azt is jól abszolút. Fogadjátok, tehát azt be tudjátok építeni. Persze. A harmadik kérdésünk így szólt, mennyire sikerült az eddigi megfelelési vágyakból leépíteni, és te egy 10-est adtál, Lindám. Tehát, és azt gondolom, hogy a lapok is ezt igazolták vissza, és érződik rajtad. Nyilván lesznek ilyen nehezebb pontok, hogy tehát hogy ez nem olyan dolog, de én így állok hozzá, hogy én nem akarok megfelelni senkinek, magamnak akarok, és kész az, hogy én rendben legyek önmagammal, és akkor a többi az hozza magát. Tehát, hogy én ezt már nem. Tehát én nem akarok ilyen álmatlan éjszakákat most már, ezt elengedtük. Tudjátok, meg van az a kor. Ezt most komolyan mondom, tehát ahogy haladunk előre a korban. Most már, hogy így öreg asszony vagyok, nem, azt mondtam nem, már. Tudjuk jól, hogy nem vagy öreg asszony, egy idősek vagyunk, nagyon fiatal vagy. Nagyon fiatalok vagyunk. De hogy tényleg az van, én például 30-on túl kezdtem el igazán, szépen, erőteljesen leépíteni, mert éreztem, hogy basszus, gyerekeim vannak. Nem egészség. Én öreg vagyok én már ehhez, hogy mondjuk már. Te pedig 8-ast adtál erre, hogy mennyit sikerült igen. leépíteni, az is egy elég jelentős szám. Én is azt gondolom, hogy ezért dolgozom rajta, de nyilván egyébként maga a gát egyébként én vagyok általában, saját magamnak. Igen, úgyhogy én egy nagyon energikus, mindent szeretnék, mindenbe egy picit, nem tudom, hadd kóstoljak bele, és
hasonló, úgyhogy én még mindig magammal küzdök egyébként, így ilyen tekintetben, de meg egyébként nem tudtam hirtelen, hogy most 9-es, 10-es, de mondom, a 10-es az még túl sok, és akkor úgy voltam, hogy mivel a 8-es a kedvenc számom, meg a végtelent jelképezés, akkor adok egy 8-es, és így azért mosolyogtam az elején, mert hogy végignéztem, és 10-9-8-ek lettek a számaim, amik abszolút nem voltak tudatosak, úgyhogy én nemes egyszerűséggel ezért adtam itt egy 8-as. Dolgozom rajta, de én azt gondolom, most a jelenlegi fejemmel gondolkodva, hogy nekem ez sose lesz 10-es. De szerintem mindig, nem is mindig. Baj, mert igen. Az megvisz minket előre egy picit, hogyha igen. Ezt ésszel, meg megfelelő mennyiségben tudjuk csinálni. Én mindig fejlődni akarok, mindig van én tovább, és szerintem az nagyon jó, amikor nem azt mondja az ember, hogy na jó, akkor én most itt tökéletes vagyok, és fantasztikus vagyok. Mert vannak ilyen személyek, azért attól egy kicsit. Igen, hát itt nem arról van szó. Önmagadnak kell igazán mindig megfelelni. Tehát azon ne akarj túl menni. Így van. Tehát hogy én azért mondtam azt, hogy 10-es olyan szempontból, hogy én most másoknak már nem. Így van. Magamnak. Igen. És ennyi. Tehát, hogy ez... Hajjaj, szerintem mi magunkkal sokkal kritikusabbak vagyunk, amit bárki tudna lenni, csak ezt ők nem tudják, mert hát ezt viszont nem kötjük az orrukra. Hogy tudja egy ember leépíteni a megfelelési kényszerét? Jó az, ha leépítjük? Jó az, hogyha hát figyel önmagára, jó, persze, jó. Hát amiről beszéltünk, hogy önmagának kell megfelelni, durva kritikát figyelembe vehet anyukától, testvértől, szoros kötelékben lévő emberektől a családba. Mert az biztos, hogy nem bántani akar, nem lehúzni akar, az hagyjám. Az rendben van, de más nem kell. Az utolsó játékunk van átrakjának, Lacikám, nem akarom megfogdosni a kártyacskáidat. Kiteszem szépen a jelképeinket, és arra kérlek benneteket, hogy nézegessétek, szagolgassátok, ízlegessétek, meg is foghatjátok, ha akarjátok, de nem kötelező, és aztán választhatok ki egyet, vagy ha többet szeretnétek, akkor legyen meg a sorrend. A szimbólumok körülvesznek bennünket. Mindenhol, szinte mindenben ott vannak, jelet küldve, üzenetet hordozva számunkra. Ha az ember egy adott szimbólumhoz erősebben vonzódik, annak jó oka van. Általában az éppen aktuális lélekfejlettségi szintünknek megfelelő jelképet választjuk, az pedig képes pontosan megmutatni, az ember hol is tart a kijelölt útján, és mi a legjobb iránya számára. Nekem 2 van. Jó, szuper. 2? Melyik az első? De a legfontosabb melyik? Nekem ez volt, és aztán ez. Oké. Okay. Nekem pedig először ez, és aztán ez. Jó. Akkor melyikötökkel kezdjük? Mit szeretnétek? Kezdem akkor én. Jó, én... Emel. Neked meg. Ez. Jó. Én ezt választottam. Hát nem tudom egyébként magát szövetség. A jelentését. Szövetség. Ugye nekem van egy ilyen tatoválásom, amikor még nem volt elít, amikor mondtad, tehát nekem a kör az egyébként kör, szimbólum, az nagyon sokat jelent. És ahogy mondtam, a 8-as is, meg a végtelen, és ebben látom, és nagyon tetszik, hogy van benne egy pici szín, mert abszolút színes egyéniségnek tartom magam, úgyhogy igazából ez alapján választottam ezt. Igen, hát ugye az a terület, ahol két ember összeér, azért színes. Tehát ott az igazi erő, mikor ketten használják az erejüket. Hát, na, ez működik. Igen. A szövetség fontos a te életed, mert a kapcsolódásaid mindig fontosak. Nehezen lépsz túl rajtuk, nehezen érted meg, nehezen dolgozott föl. Igen. Legyen úgy, hogy ne is kelljen ezzel foglalkozzon. Igen. Amen. Amen. Akkor én egyedül érő csiga vagyok. Nem biztos. De amúgy kör, mind a kettő kör. Uh-huh. A kör az meg egy isteni állapotot igen. Jelent. Persze nem érjük el itt a Földön, de törekszünk valami felé. Uh-huh. Jó ez. Jó, most nézzük meg a Linda 1-es számúját, ami a csigabiga volt? Igen, nekem a csigabiga volt az első. Hát ez egy spirál. Igen. A spirál a fejlődés. Na. Ugye? Tehát állandóan. Mindig van tovább. Ez a lényeg. Mindig van tovább. De most a spirálnak van, direkt úgy van csinálva, hogy nem akartuk, hogy jobbra-balra forogjon, mert az egyik anyagba hatol, a másik még ugye fölfele visz. Mind a kettő nagyon jó. Az egyik azt jelenti, hogy jobban fogsz látni, a másik pedig az, hogy jobban bele tudsz olvadni nézeteiddel együtt a világba. Szuper. Hát akkor az abszolút valós. Én és a másik, hogy azt fogod választani igen, a tetoválásod miatt. Abszolút, de az volt a második, amit választottam, de valami nagyon-nagyon hívott ide, úgyhogy igen, logikus jó, most végül is. Egyébként ez az Edinára is ugyanígy igaz. Igen, mind a kettőnk se igaz. És akkor nagyon az utolsó, igen. Az utcsó akkor. Hát, hogy egy kerubi háromszög. És sok spirituális tartalma van. Sok spirituális tartalma, köré tudok, ugye ez egy egyenlő szárú háromszög, köré tudok rakni egy kört, isteni lesz. Igen. A háromszög mindig egy dinamika, valamit szeretnék,
többet annál, mint amire eddig képes voltam. Jó az, ha szeretnénk önmagunk legjavát nyújtani, amikor nekikezdünk egy feladatnak. Mások munkáját is megtiszteljük azzal, ha mi a saját dolgunkat a legnagyobb odafigyeléssel és tehetségünkhöz mérten a legnagyobb erőbedobással végezzük el. Csak hogy előfordul olyan is, amikor minden tőlünk telhetőt megtettünk, mégis úgy érezzük, kudarcot vallottunk. Ezek a kudarcok valójában sokkal inkább előre visznek bennünket, mint egy-egy megélt siker. A legnagyobb bukásokból születnek végül a főnixként szárnyaló, lángoló, zseniális eredmények. Bízz magadban, és bízz az égi segítségben. Ha valamit igazán, tiszta szívből szeretnél, és minden tőled telhetőt megteszel érte, az ég is hozzá fogja tenni a magáét.